Ma a város egyik legmonumentálisabb épületéről beszélünk, egészen pontosan a Lenhossék, az egykori Lenhossék utcai elemi népiskoláról, ami 1911 és 12 között készült el. Amrus, ez az egykori elemi népi iskola miben különbözött mondjuk egy mai általános iskolától? Hát a legfontosabb különbség természetesen az volt, hogy amikor ezt az épületet meg kellett tervezni, akkor figyelni kellett arra, gondoskodni kellett arról, hogy egy épületen belül elkülönítve tanuljanak a nebulók, ugye nemek szerint a fiúk és a lányok külön iskolába jártak, tehát hivatalosan annak idején, amikor ezt az iskolát 1911-12-ben felépítették és átadták, akkor az volt a neve, hogy Szvetenai utcai elemi fiú népiskola és elemi lány népiskola, mert hogy lányok és fiúk együtt, egy teremben nem tanulhattak, és ennek a következtében az épület magán viseli mindannak a következményét, ami ezt az elkülönítést jelentette. Tehát mindenből tulajdonképpen kettőt kellett tervezni. Két bejáratot, két gyönyörű bejárata van az épületnek, ugye a mai Lenhossék utcai fronton, egykor ugye Szvetenai utcának hívták ezt az utcát, két folyosó, két lépcsőház, és két tornaterem is található ebben az épületben, tehát volt található, most is megvan, csak már más funkciót kapott az egyik. Nagyon érdekes a kiképzés, a megoldás. A földszinten található a nagyobb alapterületű tornaterem, és a harmadik emeleten a másik kisebb alapterületű, de ugyanakkor nagyon monumentális. Melyik volt a fiúké, melyik a lányoké? Hát a földszinten volt a lányoké, a harmadik emeleten volt a fiúké, eredetileg. De aztán ez később azzal együtt, hogy a koedukáció, tehát a lányok-fiúk együtt tanulásának a módszere bevezetésre került, természetesen változott is. Itt ebben az iskolában 1979-től volt már közös képzés vagy tanítás, de azért azt hiszem, hogy az épület építészeti érdekességei az egy külön történetet érdemel. Ha már az épületről, meg az építészetről beszélünk, akkor ki volt az építésze ennek az épületnek? Kőrösi Albert Kálmánnak hívták az építészt, aki egy nagyon érdekes életpályát tudhatott magáinak. 1869-ben született, az édesapja egy bank tisztviselője volt Budapesten, ő maga Szegeden született, és Berlinben szerzett építész diplomát, 1893-ban már Budapesten tevékenykedett, és igen hamar megkedvelte az építészet, a szecessziós építészet világát, és hát tulajdonképpen a lakóházak és a középületek terén alkotott ő kiemelkedőt. A Városligeti Fasor 47-es számú ingatlanán épített saját magának lakást, illetve házat, gyönyörű, még a korai szecessziós építészetet tükrözi a megoldás, és aztán hát tulajdonképpen, amiben igazán kiemelkedő és országszerte elismert építész lett, az az iskolaépítészet volt. Marosvásárhelyen az akkori római katolikus gimnáziumnak az épületét ő tervezte, a Munkácsi Mihály utcában, a 6. kerületben az akkori főgimnáziumnak az épületét ő tervezte, és talán a legnagyobb alkotása a Könyves Kálmán körúton most is megtalálható úgynevezett tündérpalota, amely az akkori tisztviselő telepnek volt a gimnázium épülete. Nézzük meg ezt a monumentális épületet belülről is. Az építészről még annyit gyorsan hagyd tegyek hozzá, hogy 1918-ig tevékenykedett
tervezőként, alkotóként, alkotóművészként, tagja volt egyébként a Magyar Építőművészek Egyletének is. 1918-at követően, az első világháborút követően abba hagyta a tervezői tevékenységet, felhagyott az építészettel tulajdonképpen, és 1955-ben bekövetkezett haláláig tulajdonképpen állami tisztviselőként dolgozott. És akkor most vagyunk a Lenti tornateremben, ami ugye egykoron a fiúké volt, ha jól emlékszem, azt mondtad. De most mi működik itt, mert egy gyereket ugye nem látunk, tehát ez most jelen pillanatban nem iskolaként funkcionál, ha jól látom. Hát kicsit bonyolultabb a történet, vagy a helyzet. Szerencsére, mert hogy akkora épületről van szó, hogy egyszerre több funkciót is el tud látni. Abban a szárnyban, ahol régen a fiú elemi népiskola működött, abban most is iskola működik, egy középiskola. És abban a szárnyban, ahol a leány iskola volt annak idején, az önkormányzatnak különböző irodái, illetve a 9. kerületi kormányhivatalnak az irodái működnek, és hát itt lehet látni, hogy azért ezt a tornatermet azért használják most is. Ha jól tudom, inkább idősebbek, mint fiatalok. De köszönhetően az önkormányzat felújítási munkálatainak, illetve azoknak a munkálatoknak, amelyet az önkormányzat kezdeményezett és finanszírozott, ez az épület legalábbis a Lenhorség utcai homlokzatot mindenképpen beleértve megújult. És hát remélhető, hogy majd a Vender utcai, meg a Balázs Béla utcai homlokzatok is majd egyszer új színt kapnak, és teljes szépségében fog az egész épület ragyogni, ahogy ezt annak idején Kőrösi Albert kitalálta. De hát a mai napig is ugye használják és működik, és itt ugyan lent kevés nyoma van annak a szecessziós építészeti stílusnak, amely egyébként annak idején a funkcionalitás, a praktikusság mellett ilyen nagyon fontos szerepet játszott, de azért itt is látható ez a gyönyörű kovácsoltvas korlát azon a szinten, illetve a felvezető lépcső korlátja, és hát a folyosók belső kialakítása, a falfeletek megmunkálása mind a magyar szecessziós stílusnak a jegyeit viselik, és hogyha még megengeded, és a harmadik emeletre is felsétálunk, a másik tornaterem terében el lehet képzelni, sőt, több is, mint el lehet képzelni, meg lehet nézni, hogy milyen lehetett annak idején belül az iskolaépület. Nézzük meg! Az egykori harmadik emeleti tornaterem területén sétálunk, és hogyha itt megállunk ennél a képnél, azt hiszem, hogy aki erre jár, valamilyen hivatalos ügyet intéz, érdemes neki is megállnia itt ennél a képnél, mert nagyon érdekes, hogy össze lehet hasonlítani, hogy amikor elkészült ez az épület, akkor erdélyi Mór fotográfus gyönyörű fotósorozatot készített az épületről, a frontról, a külső részekről és a belső fontosabb területekről, többek között az emeleti torna csarnokról vagy torna teremről is. Azért is érdekes egyébként megnézni ezt a képet, mert ezen látható, hogy annak idején a mennyezetet egy gyönyörű szecessziós ornamentika díszítette. Kicsit olyan az érzése az embernek, mint hogyha egy erdélyi fatemplomnak a kazettás mennyezetét nézné. Én természetesen senkinek nem akarok javaslatot tenni, de nagyon örülnék, hogyha sikerülne az eredeti tervek alapján ezt a mennyezeti részt is megcsinálni, és akkor tényleg azt lehet mondani, hogy a maga eredeti szépségében tündököl ez az épület, amely tényleg itt az akkori Szvetenai utca környékén kiemelkedett az összes épületek közül. Ez festve van, vagy bele van égetve? Nem, hát ez festés. Fán. Természetesen az idők során ez elkopott, lekopott, és senki nem festette újra, vagy restaurálta. De a jelenlegi mennyezet, ez még ugyanaz, ami így van, ott van. Így van, azt gondolom, hogy így van, ezek a deszkák is az eredetiek valószínűleg. Valóban egy gyönyörű épületet láthattunk, ismerhettünk meg ma is, és azt még viszont látni, hogy ezt az egykori díszítő festés, ennek még vannak maradványai, ezt valószínűleg lefestették, mert ahol kopik a festék, ott még látni a maradványokat. Következő adásunkban pedig a két medve fogadóba fogunk ellátogatni.